Sziasztok srácok! Igen, jól láthatjátok most egy AC3-as videót fogok csinálni. Ez azért titkaság, mert igazából én is nagyon szoktam AC3-azni. Pedig nagyon jó mostanában ezt megjátszani. Ja, hogy ennyi volt. Hú, hát nagy gólem. Na jó. Nem akarok felmenni, nem baj. A videóban vadászgatás lesz. Csak az elején egy kis bemelegítés. Kis városi harc Connorral. Az sosem lehet rossz. Túl kevesen vannak. Az a problémám. Most jó. Kivéve, ha nem. Igen. Én is tudom lekövetni, hogy mi történik. Ebben a játékban aztán van agresszió. Ez durva. Amik itt zajlanak. Na jó. Ennyit a kis dobosról. Az igen, na, végre kihívás. Kedvencem, hogy je. Ebből sortűz lesz. Már most látom. Élő vagy? Oké. Most sikerül. Ott még van három skót. Jó, ezek nem skótok, bocsánat. Gyorsan ki kell végezni, oké. Ezeket le kell fegyverezni mindig, tehát ellentámadás nem sikerül. Én most elmondom. Nekem, aha. Tehát én elmondom, hogy régen nagyon sokat szenvedtem, mire rájöttem, hogy ezt így kell csinálni. Na jó, azért hármas körözés. Lássuk, hogy az szép. Már nagyon keresnek minket. És itt vannak ezek a nem tudom kik. Ezek a csendőrök, mert nem tudom én jelenleg a csavonnak hívom őket. Ezek a zöldes ruhás valaki. Nagyon izék. Ráadásul ezeket még le se lehet igazán fegyverezni. Van olyan nehezebb önök harcolni, és még ketten. Tehát elképesztően sokan jönnek, és nagyon jó harcosok. És nem... Na jó, ez most nem bizonyított semmi. Király! Még ott van egy csoport, francban. Na, utolsó harc, aztán tényleg megyek vadászni. Oké. Na. Jó, mennyi, de jó Isten! Atya, úristen! Ebből sort üzlet, jaja. Jó. Hát a másért nem ez az AC3-a harcban nagyon nagy. Tehát látjátok, hogy imádtam a Brotherhood-osat, az AC2-eset nem szerettem. Brotherhood-osat már imádtam. A Revelation ez még jobb volt, és ez sikerült még tovább fejleszteni. Fufu.
Ebből nem jó, nem jó, not good. Tessék. Ezt így kell csinálni. Senki sincs biztonságban. Na jó. Most. Haza. Vagyis. Let's go vadászni. Még csökkenteni kéne a körözésemet akkor először. Még kicsit előre kell menni. Ott vannak, csak rengeteg őr van. Hátra meg tudom úszni őket. Tömegben, aha, ez például jó. Itt láthattok egy sétálgat. Ez például izének hívom, csendőr, nem tudom mi ez, de nagyon durvá. Ez is... Mi a franc? The Boston Country Journal. The world for a penny. Give him another. None of your business. Oké, most lejövünk, és gyorsan le kéne fizetni ezt a... Oké. Király. Most megyünk a határvidékre. És oda ki. Igen, biztos. Oké, hát akkor vadászunk egy kicsit. ez a rész tök jó meg van csinálva egyébként. AC2-ben is van, de hát ott ez... Ne is beszéljünk arról, hát nagyon minimális, meg... De AC2 2009-es, Brotherhood 2010-es, és amikor Brotherhoodot kinyomták, kiadták, már akkor elkezdték a Unity-t készíteni. Nem lehet. Rossz. Volt rá 4 évük, mondjuk, amiket olvastam, elég sok munkát belefektettek, például azt mondták nemrégiben, Ubisoftosok, hogy minden körzetben máshogy fognak kinézni az emberek. Nem akarok visszamenni Bostonba. De... Na. Jó. Szóval minden kerületben minden emberke máshogy fog kinézni, más arccal fog rendelkezni, viselkedése is más lesz. Valamint a ruhák is rendesen, nekik, azoknak is lesz fizikája. Ami sokszor nem volt. Itt, mintha láttam volna előbb valami kis... állatot. De most nincs itt semmi. Egyébként az AC3-ban ez remek kis időtöltés, ez a vadásznat. Jól le lehet vele lenni egy ideig. Aha, ez van egy ellenséges csapat. Menjek harcolni. Aha, aha. Megvan. Minden, amit lehet látni a videókban. Elvileg erre kell, hogy... Nem, hagyjuk. Egy kicsit. Itt elbújok, megnézem, hogy merre jönnek, merre mennek. Aztán eléjük futok és lerakom azt a bizonyos aknát. Úgy látom, hogy arra fele fognak menni.
Nem, erre jönnek. Erre bizony. Kicsit előre futok, keresek egy olyan helyet, ahol esetleg vannak ágak az út fölött, viszont nem látok olyat. Na jó, mindegy, lerakom az aknát. Mindjárt. Hol az akna? Itt van. Taposó akna. Az a baj tényleg, hogy itt megálltak, nem jönnek. Ráadásul erre. Miért nincsenek ágak a dolgok fölött? Hát itt vagy egyenesen mennek, vagy lefordulnak erre. Valószínűleg, hogy erre jön, hát nincs semmi. Ez hihetetlen. Itt jönnek, na jó. Akkor lerakom. És nem arra mennek. Nem igaz. Bár lehet, hogy ez még pozitív is. Lehetséges, hogy itt majd lesznek ágak az út fölött. Nem vegyenek észre most. Okay. Most merre mennek? Hát ez tiszta. Aha. És rosszul csináltam. Ott volt az ág. Út fölött, tökéletesen. Itt nyilván eljönnek, nem tudom hova. Na jó, hát én ezt már nem tudom követni, hogy ezek merre mozognak. Az lenne jó, hogyha visszafordulnának majd. Egyenlőre jönnek erre. És nyilván az lenne jó, hogyha visszafordulnának. Oké, most fognak megfordulni. Igen. Oké, most gyorsan. Itt van az a fa. Ide lerakom az aknát. Oké, jó felé. Jönnek erre. Gyorsan. Kötél fullánkot. Ne álljatok meg. Oké. Őszintén megmondom, nem tudom, hogy ki használni a kötélhullánkot. Ez nagyon nem volt jó. Tudjátok mit? Nem igaz? Oké. Okay. Jó, egy ember megölt, puha. De őszintén nem ezért jöttem be most az erdőbe. Hogy ezt csináljam, de... Azt is meg lehet csinálni ezek a skótok, vagy ezek a gólemek ellen. Védelem megtörése. Nem kell feltétlenül nekik támadni. Na hát ez nem jöttem. Most megtudom a védelmét, nézzétek. És vége. Az igen! De jó Isten! Ja, mit van? Azt mondja, hogy mosómedve pihent itt. Ami most ott van tőlem 30 méterre. Na, oké. Okay. Sikerült. Legutóbb 1500 font értékben sikerült eladni ilyen cuccokat. Ezért érdemes a nyomokat megnézni. Mert utána megmutatják a térképen, hogy hol
van az állatka. Lexington. Itt egy róka vagy, nem tudom. Igen, az róka lesz. Fuss! Fuss, haver! Na jó. Hagyjuk, nem érjük utol. Oh no! Még több őr. Most nem fogom elrontani, kihagyni a lehetőséget. Most mindenképpen utolsó taposó krámot felhasználom. Ők arra felé mennek. Bocsánat. Ez muszáj volt. Egyébként valaki mondja már meg, hogy most mire jó ez, hogy fajokat fedezek fel. Gondolom nyilván arra sarkal, hogy menjünk többet vadászni. Nyilván. De én nem látom az értelmét, hogy ez most miért lenne jó, hogy most fedezek fel rókafajokat. Vagy bármilyen állatfajot. Játékon belül. Na, és innen is észrevesz. Ez a hatodik érzék. Na jó. Akkor másszunk fel a sziklafalon. Utóbb kéne érni ezeket a katonákat. Valahogy kinyírni őket. Ott vannak. Erre jönnek. Puha. Erre fognak lejönni. Most megnézem. Nem, most megálltak. Térkép szerint most megálltak. Nem, jönnek erre. De hogy álltak meg? Na? Jó lesz. Ez aztán igazán szép merénylet volt. Komolyan mondom, egyszerre, szinte egyszerre az egész csapat megdöglött. Ez volt a posókna. Lexington. Na jó, azt hiszem, hogy akkor, hogy ennyi lett volna ez a videó. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmed. Találkozunk a legközelebbi videóban is. Addig is lájkold Facebook oldalamat, vagy iratkozz fel csatornámra. Sziasztok!